Artfilm klubot indítan a januártól a Nagykanizsai mozi. A szervezők egyelőre az igényeket mérik fel. A Cinema Nagykanizsa Facebook oldalán a felhasználók még két napig szavazhatnak arról, váltanának-e kedvezményes áru bérletet az öt alkotásból álló havonta jelentkező filmklubra. A tervek szerint egyebek mellett kortárs magyar drámát, amerikai vígjátékot és olasz thrillert is vetítenek majd, köztük Enyedi Ildikó nemzetközileg is jól szereplő Testről és Lélekről című filmjét, valamint a tavalyi év legjobb romantikus komédiájaként számon tartott rögtönzött szerelmet. Ezek Filmek, tehát nem annyira szélesebb közönséget vonzanak, de mindenképpen kíváncsiak voltunk arra, hogy hány embert érdekelne, hogyha sorozatban lehetne itt európai filmeket, árt filmeket megnézni. Hát úgy látom, hogy azért van szerencsére rá érdeklődés, úgyhogy nagy valószínűséggel el is fogjuk kezdeni ezt a sorozatot január végén. Ilyen a tervek szerint ez mindig minden hónap utolsó szerdáján lesz itt ez a vetítés. Nagyobb teremben szeretnénk mindig vetíteni ö, ezeket a filmeket, Úgyhogy a tervek szerint január 31-én szerdán lesz az első vetítés, akkor a Mészáros Márta Aurora Borealis című filmjét szeretnénk vetíteni, de addig meg kéne venni a bérleteket mindenkinek, akit ez érdekel. Péntektől már szeretnénk károsítani most péntektől a bérleteket,